the Coliseum, better city, you might get out of my way, this conqueror's blade! Sziasztok, Neo vagyok, kaptunk egy kis infomorzsát ugye a szezon 13-ról, ami szeptember 1-én fog jönni. Mindenki legnagyobb örömére, amúgy elég gyorsan jönnek mostanában a szezonok egymás után, nem lesz sok pihenő. Ugye egy új módot fogunk kapni, ami 6 versus 6 lesz, 3 új unit fog jönni, új fegyver sajnos nem fog jönni, de nagyon szép skinek fognak jönni. Viszont most fordítva kezdték el, ugye először az 5 csillagos egységet mutatják be, ami mindenképpen javelin-szerűség lesz, mert dobni-dobni fog tudni. És elvileg a közelharcban is elég erős lesz, bár itt a videóban egy paladinnal engedik össze, és ott eléggé nyekereg. Nagyon kíváncsi leszek. De ettől függetlenül biztos, hogy erős egység lesz. Tehát ha az elején nem is, akkor úgyis jön egy-két buff és pickpack, ez lesz a legjobb unit megint. Hiszen minden szezon ebből áll. De egyébként ő izgalmas lesz, tehát biztos, hogy ennek is nagyon furcsa képességei lesznek. A skinek nagyon szépek lesznek. Augusztus 26-án fogom tesztelni este 7-től a tesztszerveren a dolgokat, úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Szóval augusztus 26, és ugye itt vannak egy-két unit skin, vagy hát ugye maga a unit, ami ahogy kinéz, illetve majd az alap skineket már megosztották velünk, arról fogok tudni nektek mindjárt képeket mutatni. Ugye ez elvileg a női. Ne kérdezzétek, hogy ebben mi a női, de ez a női. Amúgy ugyanúgy néz ki kb. A kettős, azt néztem, szóval nagy különbség nincsen. Kis cici van. Így oldalról nézve látta. Amúgy nagyon szép. Nyilván nem viszik túlzásba az alapszkineket, sose szokták, de ugye most megveszed a battle pass-t, már ez is tiéd lehet kapásból. Viszont a sisak nekem nagyon tetszik. Olyan kis gladiátoros, ki hitte volna. Mindenféleképpen a 100-as skin fogja vinni ugye a pálmát, meg amit majd a fémszorba meg lehet venni. De szerintem na, jól néz ki. Egyébként a ruha se rossz, tehát az ugye ez a tipikus egyik kéz föl van páncírozva, rendesen ilyen válvértel, a másik meg teljesen jó ez a gladiátor mód, nekem nagyon tetszik. Biztos, hogy jó lesz, élmény lesz a 6 versus 6 is, mint ahogy most ez a rulettes is. Például ezt tökre adom, ezt a rulettet, amit beraktak, ez feldobja a hangulatot. És nagyon sok nyereményt lehet ott is szerezni, úgyhogy azt most pörgessétek nyugodtan, amíg van. Szerintem hétfőket szerdán le fogják pörgetni a dolgokat, akkor még több videót meg képet fogok tudni veletek megosztani, és akkor 26-án találkozunk este 7-től. Itt pedig még egy ugye Dynasty skinek, amik, ez is valami event lesz, ami már megy, vagy hamarosan fog menni a szeptember 15-ig. Sziasztok, tartsatok velem legközelebb is!